Lencsepástétom lilla bazsalikommal, sütőtökös mézes citromos lekvár, bazsalikomos pesto földi magyaróval. Ezeket kóstolhatták meg a palicsi családi napra kilátogatók. Nagyon tetszik. Én is ki fogom próbálni. Nagyon jó. Valamilyen kis bazsalikomos kenő féleséget eszek, én is tudom pontosan. A házi kenyere van rákányva, és nagyon ízlik. Az itt kiállított finomságok nem csak pénzért, hanem suskáért is megvásárolhatóak voltak. Ez egy csereberekör, itt értékek cserélnek a gazdát, és van egy elszámoló egységünk. Ugye az értékünket sokszor nem adjuk csak úgy szívességből, oda sokat dolgoztunk vele, és erre az elszámoló egységünk, nekünk a suska, nagyon egyszerűen működik, mindenkinek egy perc munkája egy suskát ér, így egy óra munka 60 suska. Kecsketejből készült szappan, sütőtök, menta és bazsalikom. Ezek is megtalálhatóak voltak a suska kör bemutatóján. Nagy örömünkre szolgált, amikor az egy évvel ezelőtt megalakult szabadkai suska kör megkeresett bennünket, hogy együtt szervezzünk egy családi napot, és itt lehetőség adódik számukra bemutatni az ő működésüket, illetve az itteni palicsi érdeklődőknek is bekapcsolódni ehhez a szervezethez, illetve a női fórumhoz is. A gyerekeket a sok finomság mellett foglalkozásokkal várták. Fontos az, hogy a magyarok építik és erősítik a közösséget, és ez a mai rendezvény is erről szól. Magyarságunk érték, óvnunk kell a magyar értékeket, a magyar kultúrát, a magyar hagyományt, és a magyar összefogás is többek között ezt a célt szolgálja. A rendezvény végén fánkot osztottak szét a résztvevők között. A szabadkai suskakör tagjai két hetente szombatonként várják az érdeklődőket Szabadkán a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület székházában.